Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Nyári szerelmi jóslás. Mi történik most nyáron a párkapcsolatot illetően? Ez egy általános kivetés, és ez most egy akciós jóslás, hiszen megrendelheted ezt a jóslást asztrológiával. Mégpedig egy különleges asztrológiával, hiszen én az indiai asztrológiával dolgozom, és itt nem csak születési horoszkóp van, hanem az indiai asztrológiánál van szerelmi horoszkóp, és ennél az akciós jóslásnál megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák, és mi látható a szerelmes horoszkópodban, és ennek a díja 6000 forint. Itt bal oldalon láthatóak a te kártyáid, szemben a társad vagy a társnőd, és kezdem azzal, hogy mit üzennek a kártyák, ami téged illet. Ha te egy hölgy vagy, akkor a lelki társad, ez a férfi áll itt a középpontban. Ha egy férfi vagy, akkor te vagy itt látható középen, tehát te vagy a középpontban. Itt vannak gondolatok, ami egy utazást illet, és utal a változásokra. Ez az utazás lehet külföldi kapcsolat, egy nyaralás, amit még jelent ez a kártya, szintén a változásokat. De itt megjelenik a tolvaj, és ez a tolvaj el tudja távolítani mindkét kártyát, tehát, hogy elmarad ez az utazás, vagy félsz attól, hogy minden úgy marad, mint eddig, hiszen nem lesznek változások, a tolvaj eltávolította ezt a kártyát. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy lesz ugyan változás, utazás, de egy nyaralásnál legyetek óvatosak, mert itt van a tolvaj, és ez a tolvaj valamit el akar lopni tőletek. Ami viszont nagyon jó, az anyagi helyzet, a munkahely, hiszen itt látható a nyeremény, a pénz, itt javul az anyagi helyzet, javul valami a munkát illetően, és itt van a nagy szerencse. Nem csak a pénzügyi dolgokat illetően, vagy a munkát illetően, hanem a párkapcsolatot illetően is. Hiszen ez a sok pénz, ez a nyeremény, ez jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, ő értékes számodra, ez a szerelem értékes számotokra, és itt van ez a nagy-nagy szerencse, és itt a nyári hónapokban lesz egy utazás, lesznek változások. És most megtekintjük az ő kártyáit. Itt te állsz a középpontban, ha egy hölgy vagy, akkor ez a férfi gondol rád. Itt megjelenik a kereszt, ez jelenti a hitet ebben a párkapcsolatban, de azt is, hogy a sors utatok kereszteződött, tehát ez a szerelem nem volt véletlen, jelenthet egy találkozást is, amikor a sors utatok újra kereszteződik. Itt a nap jelenti a vonzó erőt, ezt a kisugárzást, megvan a vonzalom kettőtök között, jelenti azt is, hogy itt tisztázódni fog valami a párkapcsolatot illetően. Sőt, itt középen látható ez a kála virág, ami szintén a tisztaságot jelenti, hogy tisztázódik valami, amit ez a kártya még jelent a Le Nomard kártyánál,
a szexuális témák, és az áll itt most középpontban. Itt a háttérben megjelenik a ravasz róka, ez lehet egy hamis személy. Mellette a horgony utal a munkára, munkahelyi témákra, azt is jelentheti, hogy vagy te, vagy ő egy olyan munkahelyen dolgoztok, ahol nincs jó munkahelyi légkör, vagy van hamis személy itt ezen a területen. Mivel itt látható a gyűrű is, abban az esetben, ha ő még házas, akkor itt látható az ő párkapcsolatában a hamisság, hogy ez a hölgy becsapja őt. Tehát a kártyáknak van több jelentése is. Problémák a munkahelyen, itt tisztázódni fog valami, lesz egy új munkahelyi szerződés. Amennyiben ő még párkapcsolatban van, akkor itt megjelenik a hamisság, és a vágya az, hogy veled tisztázzon valamit, hiszen ő úgy érzi, hogy ebben a párkapcsolatban veled együtt itt le tud gyökerezni, hiszen fontos számára a biztonság érzete. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!